Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje napján köszöntötték a lánglovagokat. Lakossági fórum a Csaba gyöngyében, a DK elnöke Gyurcsány Ferenc járt Békés Csabán. Guinness rekord kísérlet, több mint 20 ezer diák a Kéztisztaság világnapján. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Országszerte május 4-én ünneplik Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének napját. Ez a nap a hivatásos, az önkormányzati, a létesítményi és az önkéntes tűzoltóké, a védőszent mellett az életmentők előtt is tisztelegnek. A jeles alkalomról csütörtökön Békés Csabán is megemlékeztek, ahol több elismerés is gazdára talált. Habár a statisztikák szerint 2014-ről 2015-re csökkent a riasztások száma, tavaly mégis 1600 káresethez vonultak a tűzoltók, és kockáztatták életüket a lakosság védelme érdekében. Többek között erre is emlékeztek Szent Flórián napján Békés Csabán. És ezentúl ilyen szerekkel is életeket mentenek Békés megyében a lánglovagok. Egy ehhez hasonló magyar gyártmányú tűzoltó fecskendő már szolgálatot teljesít Békés Csabán, ezt pedig a szekhalmiak kapják meg. Nem csak tavaly, az elmúlt 5 évben is egyre kevesebb káresethez vonultak a tűzoltók, ez több tényezőnek is köszönhető. Ebben nagy szerepe van természetesen a hatósági megelőző munkának és az állampolgárok fegyelmezett és jogszabálykövető magatartásának. A jelenlegi adatok, tehát ugye most május 5-ét írunk, a jelenlegi adatok is azt támasztják alá, hogy ez a tendencia folytatódik. A tűzoltók éjjel-nappal, télen-nyáron készenlétben állnak azért, hogyha megszólal a riasztócsengő, 2 percen belül elhagyják a tűzoltó laktanyát és életeket mentsenek. Ezzel az év Békés megyei tűzoltója is tisztában van. Gyerekkoromra visszamenve nekem nagyapám tűzoltó volt, és innen jött az a gondolat, hogy én is megpróbálnám, és végül is sikerült, 98-ban vettek föl, és azóta több mint 18 évben már tűzoltó vagyok az orosházi tűzoltóságon. Az év tűzoltója kitüntetés mellett még 50 elismerést adtak át a Szent Flórián napi ünnepségen, köztük Vicián György, a Békés Csabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka is elismerésben részesült. A tűzoltók védőszentjének napja alkalmából Békés Csaba városa ugyanakkor 1,2 millió forintot adományozott a Békés megyei katasztrófavédelmi igazgatóság céljaira. Kerekasztal beszélgetésen vettek részt a megye vállalkozói a Békés Csabai Kormányhivatal központi épületében, melynek témája a vállalati szektorhoz kapcsolódó bürokrácia csökkentési program kidolgozása volt. Az eseménynek az a célja, hogy felmérjék a vállalkozói ügyféligényeket a közigazgatási eljárások további egyszerűsítése érdekében, valamint a kormány ismerteti a bürokrácia és állami rezsicsökkentéssel, illetve gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos eddigi intézkedéseit. Az előadások után volt lehetőségük a vállalkozóknak, hogy feltegyék kérdéseiket, elmondják meglátásaikat a beszélgetésen résztvevő szervek képviselőinek. A NAV Békés megyei igazgatóság igazgatója, a miniszterelnökség területi közigazgatás fejlesztésért felelős helyettes államtitkára, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára állt a rendelkezésünkre. 30 éves a Békés Csabai felsőoktatás. A jubileumot konferencia sorozattal ünnepelték a Szent István Egyetem Békés Csabai kampuszán. A téma a magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában volt. Az előadásokra több mint 120 szakember közel 80 előadással készült. Békés Csabán jelenleg a Szent István Egyetem gazdasági, agrár és egészségtudományi kara található. Ahogy az elhangzott, a felsőoktatási intézmény nem csak itt, hanem országszerte küzd a hallgatói létszám csökkenésével, ám már elindultak az ezzel kapcsolatos konzultációk. Tehát az egyetem elemzi, hogy mit tud saját maga megtenni annak érdekében, hogy a fenntartható működés továbbra is biztosított legyen, de van egy határ, amit az egyetem házon belül meg tud tenni, és talán nem tud lépni. Tehát ahhoz kell a város, a régió segítsége, ösztöndíjakkal, támogatással, programokkal, lakással, akárhogyha tanárikkal ide vonzását nézzük. Visszaadnák az iskolák szabadságát, 10 év alatt megháromszoroznák az orvosok és ápolók fizetését, egyszerűsítenék az adórendszert, több szociális juttatást biztosítanának a szegényeknek. Többek között ezt tartalmazza a Sokak Magyarországa program, amelyet a Demokratikus Koalíció fogalmazott meg.
Gyurcsány Ferenc országjáró úton ismerteti a javaslatokat, ahol meghallgatja a lakosság véleményét is. A párt elnöke tegnap Békés Csabán is járt. Hát ettől a felháborító, itt nép tűrjett az egyetemet, a mocskolyt. A munkahelyek, a földárverések, az oktatás, az egészségügy, a közmédia, és még számos téma előkerült a Csabagyöngye Kulturális Központban megtartott lakossági fórumon, ahol az érdeklődők Gyurcsány Ferenc számára fogalmazhatták meg kérdéseiket, véleményüket. A főként idősekből álló hallgatóság között fiatalabbak is jelen voltak. Hogyha Magyarország összefogna, akkor porba tiporgatnánk a Fidesz, csak össze kell fogni és ki kell bírni, amíg lehet. Köszönöm szépen! A pártelnök szerint modern mezőgazdasági nagyüzem, erre épülő élelmiszer és feldolgozóipar nélkül nem lesz erős a magyar falu. Szembeállította a jövő évi költségvetés 0,9%-os nyugdíjemelését a jegybank 2,4%-os inflációs előrejelzésével. Rámutatott, hogy a kormány 90 milliárdot ígért a sportra, miközben szerinte ebből az összegből az orvosok és nővérek fizetését csak nem 60%-kal meg lehetne emelni. Az Európai Unióról és Angela Merkel vezetéséről is kifejtette a véleményét. Jobban örülök ennek, mint hogyha egy Orbán Viktor mentalitást megkérdezett ezt az országot. Én ebben sokkal több előnyét látom, mint amennyi hátrány. A lakossági fórum célja a kérdések megvitatása mellett a párt Sokak Magyarországa elnevezésű programjának ismertetése volt. Gyurcsány Ferenc elmondta, a 250 javaslatot tartalmazó csomag részleteit a legtöbben nem ismerik, inkább személye vonzza szimpatizásait. Akkor is engem támogatnának, hogy egyik másik kérdésben más képviselnék, mert ezt a karaktert szeretik. Nagyon sokan a részleteket nem tudnak, de a fő irányokat azért most már érzik. Az nekik rendben van. És nem is izgatják őket a részletekben, van egy bizalom. És akkor vannak azért, de ne gondoljunk itt sok százer emberre, akiket egy-egy részlet legalább foglalkoztat. A DK elnöke úgy fogalmazott, a magyar választók többsége nem programérzékeny. Sokan akkor is kitartanak a pártok mellett, ha azok megváltoztatják bizonyos kérdésekben az álláspontjukat. Hozzátette, ha újra megnyerné a választásokat, sokkal türelmesebben kormányozna, mint korábban. Az elmúlt héten írta alá Orbán Viktor miniszterelnök és Szarvas Péter polgármester a Modern Városok programban kötött megállapodást, amelynek köszönhetően több mint 30 milliárd forint értékű fejlesztés érkezik a városba. A programhoz kötődően egyeztető fórumot tartottak, ahol a civil szervezetek képviselői is megismerhették a fejlesztéseket és megoszthatták további javaslataikat. A 23 megyei város fejlődése kiemelkedő jelentőséggel bír az ország összes fejlesztési terveiben szerepelve, de különösen egyenként megvizsgálva ezeket a településeket, habár sok azonosság van, de mindegyik település más-más jelleggel bír. Vantara Gyula országgyűlési képviselő fejlesztésekért felelős miniszteri biztos vázolta a Modern Városok program célját. Hozzátette, a lehetőségek megvannak, a kereteket viszont a város vezetésének, valamint az itt élőknek és itt dolgozóknak kell megtölteni tartalommal, hogy a fejlesztések további előrelépést jelentsenek. Szarvas Péter polgármester olyan megállapodásnak tekinti ezt a több mint 30 milliárd forint értékű beruházáscsomagot, ami egyedülálló Békés Csaba történelmében. A városvezető rövid előadásban mutatta be a program elemeit. Az egyik legnagyobb figyelmet a bejelentések közül az váltotta ki, hogy élelmiszer feldolgozó üzemek indításához fog a kormányzat támogatást nyújtani. A találkozó egyik célja az volt, hogy a civil szervezetek is megismerjék a fejlesztési terveket. Jobb életminőség reményében mi is könnyebben tudunk élni, működni itt a városban és a megyében. Eddig is a munkaerőképzés és a munkaerő fejlesztés inkább, tehát nem feltétlenül a képzés a célja a civil szövetségnek, hanem inkább a munkaerő fejlesztés. Ebben részt vettünk eddig is, és azt hiszem nagyobb súllyal fogunk ismételten ebbe belevágni. A fórumra érkező egyesületek képviselői megoszthatták egymással, illetve a város vezetéssel további ötleteiket és javaslataikat. Orosháza adott otthont a Dél-Békés Jövőért Szövetség alapító közgyűlésének. A szervezet 32 alapító taggal jött létre, a térség két társulása mellett önkormányzatok, gazdasági társaságok, egyesületek és alapítványok közös munkájával. A szövetségi összefogás célja a térség jövőjének építése annak érdekében,
hogy a fiatalok otthonra és megélhetésre találjanak a megyében. Mintegy 200 elkötelezett szakember dolgozik egy olyan koncepción, amelyben figyelembe veszik a települések adottságait, a lakosság és főként a fiatalok igényeit. Külön-külön az elmúlt időszakban nem sikerült megállítanunk a hátrányos helyzetbe való zuhanást, egyre rosszabb helyzetben vagyunk itt Dél-Békésben, de közösen, együttesen az önkormányzatokkal, politikai alaptól jóval feljebb lépve, magasabb tudati szinten, együttműködve komplexitásával és koncepció mentén képesek vagyunk letenni az asztalra egy olyan tervet, amivel meg tudjuk állítani a fogyást is. Elsősorban a fiatalok számára szeretnénk üzenni. Tegnap a történelemírásbelivel folytatódott az érettségi. A szaktanárok szerint idén középszinten nagyobb hangsúlyt kaptak a politikai rendszerek, mint az életszínvonalra vonatkozó kérdések. Az eszékérdések közül a sztálini diktatúrát és a Rákosi korszakot is választhatták a végzősök, de feltűnt a feladatok között a Horthy korszak és Bethlen István miniszterelnöksége is. Ma angolból adtak számot tudásukról az érettségizők. A diákok beszámolói szerint idén is a halott szövegértés jelentette a legnagyobb kihívást az egyébként könnyűnek tartott érettségin. Az íráskészség részében ismerősöknek kellett levelet írni, míg a nyelvhelyességi részben egy Szent Györgyről szóló szöveget kellett kiegészíteni. Holnap a német nyelvű írásbelikkel folytatódnak a vizsgák. 128 iskolából több mint 20 ezer diák vett részt az Együtt a kézmosás oktatás világrekordja megdöntését célzó eseményen. A szervezők a helyes kézmosás technikát tanították meg a gyerekeknek országszerte a Kéztisztaság világnapja alkalmából. Tenyeret a tenyérhez, kézhelye. Együtt tanulták meg a diákok a kézmosás lépéseit a kézmosás oktatás rekordkísérlete alatt, amihez Békés megyéből 6 iskola csatlakozott, közel 300 diákkal. A Gyulai Karácsonyi János Általános Iskola 50 tanulója vett részt a közös oktatáson. Gyakran szoktam kezet mosni, és minden nap legalább 5-ször megmosom a kezem, és nagyon alaposan, de most megtanultam, hogy 6 lépésből áll, és 6 nagyon fontos lépésből áll ez a kézmosás. Most itt én azt tanultam, hogy milyennek az egésznek a sorrendje, meg hogy mennyire fontos ez a kézmosás, meg hogy kell tisztenteni, hogy ezért csak nehogy legyen áll mindig zsebkendő. A mai napon az ország több intézményében egyszerre sajátították el a kézmosás elméleti lépéseit a diákok. A jelenlegi rekordot Glasgow tudja magáénak, ahol 3039 diák vett részt egyszerre az oktatáson. A magyar iskolások jó eséllyel indulnak, hiszen 128 iskola 20 ezer diákja regisztrált előzetesen. Úgy gondolom, hogy Semmelweis utódai nem engedhetik meg maguknak, hogy ne Magyarország tartsa a kézmosás világrekordját. Semmelweis Ignác azt mondta, hogy az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában tenészedjen, hanem hogy az beépüljön a gyakorlati életben. Ehhez próbálunk a mai napon egy nagy lépést megtenni. A tüsszentést szemléltették a gyerekek egymásnak a kesztyű és a szórófejes flakon segítségével. A kézmosás mellett egyéb személyi higiénés szokásokat is elsajátítottak a fiatalok. Gyulán 3 helyszínen zajlottak az események, a Karácsonyiban 9-12 éves gyerekek vettek részt a rekordkísérletben. Külön öröm számunkra, hogy ennek a rekordkísérletnek a során pluszban fölhívhatjuk a gyermekek figyelmét a kézmosás fontosságára, illetve ezáltal a betegségeknek a megelőzésére. A rekordkísérlet hitelesítésének szigorú szabályai vannak, például kamerával rögzített felvételek, fotók, független tanúk és dokumentáció szükséges hozzá. A rekordkísérletet ezekben a pillanatokban hitelesítik az intézmény oktatói, azonban az eredményt legkésőbb csak egy év múlva tudhatják meg. A 7.tv híradóját Lackó Viktória tudósította Gyuláról. Húsvét után a 40. napon, azaz ma ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét. A főként a katolikus egyházban áldozó csütörtöknek is nevezett ünnep arra utal, hogy sok helyen ekkor történt az első áldozás, a protestáns egyházakban pedig a konfirmáció. A Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus gimnázium diákjai ma felekezeti hovatartozás szerint misén, illetve istentiszteleten vettek részt, ahol együtt imádkozva és énekelve emlékeztek arra, hogy Jézus a feltámadás után a mennybe visszatérve nyitotta meg az utat az örök élet számára.
Békés Csabán a Csaba Parkban szeptember 16-a és 18-a között rendezik meg a Büszke Házipálinka Főzők Fesztiválját, a Nagy Csabai Házipálinka Kóstolót és Pörköltölőt. A pálinka törvény nem teszi lehetővé a házipálinka értékesítését, a szervezők azonban találtak megoldást arra, hogy kerülhet mégis a fesztivál asztalára. Összegyűjtik és magánemberektől megvásárolják a szükséges mennyiségű nedűt. A szakértők gondoskodnak arról, hogy csak olyan pálinkák legyenek a fesztiválon, amelyekben a gyümölcs eredeti ízét, zamatát örökítik tovább. A beszerzett pálinkákat bevizsgáltatják, adóraktárokba deponálják, zárjegyet, címkét kap, és innentől már a fesztiválon is értékesíthető. A pálinkázást pörköltölő egészíti ki, de lesznek majd vásározók, kézművesek, gyerekprogramok és koncertek is. Kísérő rendezvényként gyümölcskertészeti szakkiállítást és vásárt, valamint konferenciát rendeznek szeptember közepén. Magazin műsorunkban az aktuálisban ma vendégem Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, aki az itteni felsőoktatás 30. évfordulója alkalmából látogatott Békés Csabára. Az említett témák között szerepel például a 2017-es költségvetés és annak megyei, városi vetülete egyaránt. A híradó véget ért, ha a továbbiakban friss hírekkel, információkkal, magazinműsorokkal szeretnének találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!